politikával nem vállal, de régi barátságra való tekintettel mai napot rám, illetve itt a környéken való igazgatásról való beszélgetése szánja. Hát ugye ez nekünk ez egy régi kapcsolat, képviselőként indult, és utána nyilván egy másfajta munkakapcsolat lett belőle. És hát úgy gondolom, hogy miniszter úr kellő hitelességgel tudta azt a fajta filozófiát képviselni, amiben mi gondolkodunk a vidék és az agráriumot illetően. Úgyhogy arra kérem, hogy először kicsit értékelje azt az időszakot, azt a programot, amit közösen csináltunk, és hát utána majd együtt közösen elmondanánk, hogy hogy is képzeljük mi ezt a agrár és vidék jövőt a következő időszakban. Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Hát, hogy az Zoli említette, én a miniszterség befejezése után az aktív politikai életből visszavonultam, de az a tisztességes, és mindig úgy gondoltam, hogy ha úgy vonul vissza az ember, hogy valakit utódjaként segít ebben a munkában, és ez közöttünk teljes mértékig megvalósult. Én úgy gondolom, hogy Gőgös Zoltán személyében a Szocialista Párt egy olyan agrár szakértővel és olyan politikussal tudta vinni az elmúlt 4 évet, ami pótolta az én hiányomat, ha egyáltalán volt ilyen. Természetesen szakmai kérdésekben ma is konzultálunk, és nagyon szívesen adok tanácsot Zolinak azokban a kérdésekben, amiben úgy gondolom, hogy fontos kérdések. Az egyetlen jelölőgyűlés az országban, amin én aktívan részt veszek. Kimondottam azért, mert egy olyan munkatársam, olyan barátom, Gőgös Zoltán, akivel együtt harcoltunk, küzdöttünk az elmúlt évek során, és én azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a Szocialista Párt agrárpolitikája. A mi agrárpolitikánk az végtelenül egyszerű volt. Azt szerettük volna, ha az agrárium és a vidék méltó helyét foglalja el ebbe az országba. Ismerik önök is a különböző közgazdászi statisztikai megközelítéseket, amiben a agrárium jelentőségét mindig próbálják csökkenteni, ugye a GDP-be elfoglalt termelési arányjal, foglalkoztatottak számával, és ezek az 5-6%-ok valóban kevésnek tűnnek. De mi mindig azt hangsúlyoztuk, hogy ez egy nagyon összetett, komplett gazdasági ágazata az országnak, és amikor úgy teljességében megvizsgáljuk, akkor ez az 5% mindjárt felcsúszik 15-16%-ra, és ezen kívül az ország területeinek a megőrzése és az ország területeinek a művelése a gazdasági jelentőségén kívül, vagy a vidék foglalkoztatása szempontjából nagy jelentőségű. Nagyon röviden a mi filozófiánk az volt, hogy egy nagyon erős növénytermesztés mellett a gyengülő állattenyésztést kell mindenek előtt megerősíteni. És az a program, ami az elmúlt 7 évben az Európai Unióban végbe ment elmúlt 7 év pénzügyi időszakába, az tökéletesen igazolt bennünket, hiszen soha nem látott fejlesztések voltak, elsősorban az állattenyésztés területén. Másodszorban mi nem csináltunk politikai kérdést, és ez nagyon fontos, abból, hogy valaki egyéni gazdálkodó, társas vagy társas vállalkozó. Mi az agráriumot egészként kezeltük, és egyenrangú partnerekként mindenkit, aki ebben részt vett. És hogy csak néhány mondatot erről még azt szeretném elmondani, hogy folyamatosan nőtt az egyéni vállalkozók száma, és az a terület, amit használtak. És itt a folyamatosan van a hangsúly. Ebben az országban mi hajlandóak vagyunk radikális változtatásokat, valahol ez egy magyar specialitás végrehajtani. Az agrárium az a terület, ami az ilyen radikális változtatásokat egyszerűen nem tudja kezelni, hiszen a 90-es időszakban mindegy 30%-kal csökkent a radikális változtatások nyomán az agrárium teljesítőképessége. És ha az a földtörvény, vagy az a birtokméret, vagy üzemi szerkezet, amit ma olvashatunk a törvényekbe, ez valóban így fog lezajlani, akkor megint csak odaérünk, hogy egy radikális változtatás lesz a mezőgazdaságban, mind a földhasználatot, illetve a termelői szerkezeteket tekintve,
és ezek nem is egy 30%-os visszaesést, de egy 10-15%-os visszaesést biztos fognak éreztetni az agrárium teljesítő képességébe. És ez azért is nagy baj, mert ha megnézzük az elmúlt évek nagyon szerény GDP növekedését, akkor ebből mindig az agrárium vette ki alapvetően a részét, hogy megnézzük az export teljesítményt, ebben megint meghatározó az agrárium szerepe. Tehát ez egy olyan kincs a magyar agrárium, amire vigyázni kellene, meg kellene őrizni, és hát nem lebontani, és nem teljesen új alapokra helyezni. Persze, hogy az idő változik, változtatásokat is kell végrehajtani, természetesen, de nem ilyen hűvelem Balázs módra, nem kapkodva, hanem minden gazdasági és politikai hatását végig gondolva. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az ágazatnak van jövője, mindig is volt, egész életemben én is ezzel foglalkoztam, gyerekeim is ezzel foglalkoznak, tehát magam is láttam és látok benne jövőt. De ez az kell, hogy tényleg egy jogegyenlőségi alapon a szerkezet óvatos, folyamatos változtatásával lehet a változtatásokat véghez vinni, és nem radikális módon. A másik, hogy vannak olyan nemzeti minimumok, amit mi is mindig igyekeztünk betartani. A jelenlegi kormánnyal együtt mi is azt mondtuk, hogy lehetőleg minden földnek magán magyar tulajdonba kell maradnia, hiszen ez egy olyan nemzeti kincs, amit meg kell őrizni. Ezt a mi gyakorlatunk is igazolja. Mi is védekeztünk a GMO ellen, ameddig lehet, mert ugye sajnos szinte minden környező országban már engedélyezik, és előbb-utóbb a természet sajnos ebbe a kérdésbe meg fogja oldani a problémát, hiszen a polleneknek nem tudjuk mondani, hogy ez a magyar határ, de amíg lehet, ezt is meg kell értékként őrizni. Tehát vannak olyan minimumok, amiket nemzeti minimumok, amit mi is betartottunk, és a jelenlegi kormány is. Tehát lehet együttműködni ezen a területen, ezt szeretném kihangsúlyozni, nem az örökös szembenállás a megoldás. A másik, hogy nem szabad politikai szempontokkal megerőszakolni a gazdaságot. És ez egy nagyon nagy tanulság a magyar agrár történelem folyamán. És a politikának is megvan a szerepe és helye, a fő célokat meghatározhatja, de a részletkérdéseket csak szakmai módon komoly hozzáértéssel és felkészüléssel lehet megoldani. Az elmúlt időszakban az agrárium volt az, amiben az Európai Uniós pénzek felhasználása, a támogatások megszerzése, a kiírása az új pályázatoknak, azt kell, hogy mondjam, hogy legkevésbé változott. Tehát ez az az ágazat, amiben tovább vitték, nem tudok most más kifejezést erre használni, azokat a támogatási formákat és elveket, hál' Istennek, amiket mi tettünk le és mi alapoztunk le, ezeken nagyon kevés változtatás hajtottak végre. Persze ennek voltak szubjektív és objektív oka, és az objektív az az, hogy a leírt szabályokon a 7 évben belül nagyon nehéz változtatni. A probléma az csak az volt, hogy mindegy egy-másfél év a pályáztatási rendszerből kimaradt, és ha most nem lenne az a nagyon szerencsés helyzet, hogy az Európai Unió pénzügyminiszterei és miniszterelnökei az új 7 éves pénzügyi programról nem tudtak megegyezni, ennek az oka az, hogy a befizető országok nem hajlandók többet áldozni a felzárkózó országok támogatására, hiszen a saját választópolgáraiktól is nagy nyomás van erre, és nem jött létre az új 7 éves pénzügyi megegyezés időben. Ezért van most egy átmeneti év idén, amiben a benszorult pénzeket, mert jelentős mennyiségű szorult be a másfél éves késlekedés miatt, ezeket most fel lehet használni. Tehát ilyen értelemben szerencsés a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogyha a kormányzat, jelenlegi kormányzat ezeket az elveket végig gondolja, amit én elmondtam, akkor az agrárium továbbra is fejlődő ágazat lehet, csak ehhez a mostani földtörvényt, ami egyébként végrehajthatatlan, tehát technikailag végrehajthatatlan törvényről van szó, egy csomó más törvénnyel ütköznek a megfogalmazott szabályai, tehát azt a beillesztését a magyar törvények közé nem végezték el, és hát a földforgalmat ez a törvény
egy jó 8-10 hónapra a véleményem szerint meg fogja akasztani. És ez nem jó, hiszen ezt folytonosan van, aki el akarja adni a földjét, van, aki gazdálkodni akar rajt. Ezek a mostani törvények gyakorlatilag a végrehajthatatlanság miatt akadályozzák azt, hogy egy normális földforgalom alakuljon ki az országba. Én nagyon bízok abba, hogy a választási adok-kapok, mert ez mondjuk természetes ebben a hónapban, után lehiggadva a szakmai érveket figyelembe véve lehet módosítani ezeken a törvényeken, és használható törvények lesznek. Ebbe persze a mostani ellenzéknek, reményeink szerint következő időszak kormányzó pártjának is nagyon nagy szerepe lesz. Én a politikai részben, ahogy említettem, már nem veszek részt, de szakmailag bármikor, bármilyen kérdésben hozzám fordulnak, szívesen segítek. A másik, amiért itt vagyok, és talán még ez a fontosabb is, hogy ahogy említettem, Gőgő Zoli átvette a helyemet a szocialista pártba, közösen megbeszélve. Egy olyan embert ismertem meg először, mint képviselőt, aztán mint munkatársat, aki ennél sokkal több számomra barátom, akivel úgy látom, hogy a szocialista párt agrárpolitikája jó kezekben van, és a következő időszakban is, ha módja és lehetősége lesz rá, akkor mindent megtesz azért, hogy az a szellemiség, amiben mi dolgoztunk, az tovább menjen. Én ehhez kívánok neki nagyon sok szerencsét, jó erőt, egészséget, és még egyszer hangsúlyozom, a szakmai kérdésekben hozzám fordulok, akkor nagyon szívesen fogok ebbe segíteni. Köszönöm a figyelmet!